Fát ültetnek a szigetvári Tinódi Lantos Sebestyén általános iskolában. Azonban a tanulók évközben is sokat tesznek a környezetvédelméért. Ebben az évben, tanévben két papírgyűjtést is szerveztünk. Az iskolánk nyert egy ökoiskola pályázatot, így szelektíven tudjuk gyűjteni a hulladékot. Van egy palackprésünk, amivel össze tudjuk préselni a műanyagpalackokat, és hát megpróbálunk minél kevesebbet szemetelni. A királyegyházi cementgyár írt ki egy videópályázatot tavasszal a végzős diákoknak. Így került a facsemete az intézménybe. Nagy örömömre szolgál, hogy immár a negyedik fát ültethetjük el éppen itt Szigetváron, hiszen egy videópályázat keretében 8. végzős osztályoknak hoztunk fákat. Ugye a videópályázat lényege az volt, hogy a végzős diákokat kértük meg arra, hogy környezetvédelemmel kapcsolatos videót állítsanak össze. Királyegyházán, Szabadszentkirályon és Szigetváron tudunk két fát ültetni, jelen pillanatban itt a Tinódi általános iskolában fogunk egy fát nem sokára elültetni. Nagyon örülök, hogy a diákok így érdeklődnek a környezetvédelem iránt. Az iskolákban elültetett csemetéknek van egy párja, egy testvére, azokat a cementgyár környékén ültetik majd elő ősszel. A nyertes pályaművek egyébként a Lafarge Cement Magyarország Kft. Hivatalos YouTube csatornáján tekinthetők meg.